És még mindig 4 évszak koncertsorozat. Igen. Címe. Jó. Köszöntöm nézőinket, a stúdióban Ignác Laura koncertszervező, szervusz, üdvözöllek. Szervusz, üdvözöllek, üdvözlöm a kedves nézőket. Hát immáron ugye 7. alkalommal, ha jól számoltuk össze, akkor 7. alkalommal lesz ismételten ugye a 4 évszak koncertsorozat, nagy sikerrel fut. Most mivel készültek? Így van, ez az őszi téli koncertünk, mert hogy ugye már évek óta sajnos csak 2 évszakot tudunk a 4 évszak koncertsorozatba belesűríteni. Most Dante Alighierinek lesz a születésnapja, és ugye ebben az évben ünnepeljük a 750. születésnapját, és hát ugye tudnunk erről, hogy Dante Alighieri az olasz irodalomban egy nagyon-nagyon fontos szereplő, de én úgy gondolom, hogy az egész európai kultúrára nagy hatással volt. Igen, ennek keretében milyen előadásra számíthatnak az érdeklődők? Folytatjuk azt a tematikát, hogy az ismeretterjesztés egy nagyon fontos része ezeknek a koncerteknek, hiszen nem csak ismert dalomokat, hanem olyan dalomokat is megismerhetnek a nézők, hallgatók, amelyeket eddig talán még sosem hallottak. Így lesz ez a mostani estén is. Egy színész fog minket segíteni abban, hogy megismerjük Dantének, vagy végig újra hallgathassuk Dantének néhány gyönyörű vers sorát. Lesz idézet az Új életből, és lesz az Isteni színjátékból is idézet. Sőt, ami most egy újdonság, és nagyon klassz dolog, hogy különböző anekdotákat fogunk hallani majd az ő életéről, és arról, hogy milyen köze volt a magyar királyi udvarhoz Dantének, mert hogy volt elég komoly köze hozzá. Tehát Dante nem csak humanista volt, és nem csak zenéket és verseket írt, hanem ő nagykövet is volt. Ugye akkor különböző városállamok voltak, nem létezett Olaszország, mint olyan, viszont Itáliát képviselte, az ő városát, Firencét, és így került komoly kapcsolatba a magyar királyi udvarral, úgyhogy erről is lesznek majd különböző anekdoták az est folyamán, és zenét pedig majd olyat hallhatunk, aminek tehát olyan zeneszerzőket válogattunk össze, Dante korától egészen a mai kortárzenéig, akikre hatással voltak a költőnek a művei, hiszen ugye az egész egyetemes európai kultúrára komoly hatással volt. Ugye az Ibri Concello együttest fogjuk hallani, kiknek az előadásában? Így van, igen. Most az alapító tagokat fogjuk hallani, Leonardo De Lisit, aki már szintén ismer a közönség, ugye ő a tenorénekesünk, Pierluigi lesz a cellista, és Luca Trabucchi pedig a gitáros lesz. Van egy nagyon pici változás, igen. Igen, már nagyon nagy régi vágyam volt az, hogy egy dunaharaszti aki Dunaharasztin született, és egyebek, mert az osztálytársam is volt, egy színészt hívjak narrátornak az esthez, de sajnos nem jött össze, hogy az újságban az ő neve szerepel még, de az est folyamán Béres Miklós színészt fogjuk hallani. Igen, ugye ez az előadás pedig november 27-én 18:30-kor kezdődik így a Művelődési van. Házban. Ez is ugye térítésmentesen. Így van, a belépés ismét díjtalan lesz, köszönhető ez ugye a városunk vezetésének, valamint a helyi támogatóinknak, akik továbbra is rendületlenül támogatják ezt az estet. De akkor erre is mindenkit várunk szeretettel. Tudhatunk valamit esetleg a tavaszi koncertről? Hát nagyon reméljük azt, hogy tovább folytathatjuk ezt a koncertsorozatot. Német estet szeretnénk tartani. Schubert nagyon nagy álmunk, és találkoztunk most olyan fiatal magyar művészekkel, egy kvartettel, akivel Pierluigi nagyon szeretne együtt játszani, és szeretnénk őket bemutatni itt a dunaharaszti közönségnek. Hát akkor erről majd még bővebben beszámolunk. Nagyon remélem, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet.